Táblagép a kézben, boldogan mosolygott a kamerák előtt Burány Béla, a mentőszolgálat akkori főigazgatója, és Szócska Miklós volt egészségügyi államtitkár még 2014. februárjában. Ezeket az adatokat ugye értelemszerűen a kórházaknak is meg tudjuk adni. Több mint két év telt el, de a beharangozott táblagép még mindig csak ígéret. A 4,1 milliárdos uniós fejlesztésnek az volt a célja, hogy gyorsítsák a segítségnyújtást, úgy, hogy a mentősök, a mentésirányítók és a kórházak állandó kapcsolatban vannak egymással. Ennek a rendszernek lenne a része a táblagép is, amit a mentőautókba kellett volna rendszeresíteni. Május 26-ára ennek a projektnek le kell zárulnia, minden jel arra mutat, hogy ezt le is tudjuk zárni. És ez a rendszer május 26-ától Magyarországon a teljes országban működőkész lesz. A 2014-es sajtótájékoztatón bemutatott mentőautókban ugyan ott volt a táblagép, de az már a tesztüzemnél látszott, hogy a rendszer nem működik és nem használták tovább. Azóta is a raktárban vannak a számítógépek, ezt a Népszabadság írta meg. A mentőszolgálat szóvivője azt mondta, a gépek időközben elavultak. Könnyű belátni, hogy 4-5 év alatt az informatika mennyit változott, és azok a táblagépek, amiket megrendeltek, illetve megterveztek 2009-ben, azok 2014-ben már elavultnak számítottak. Ennek ellenére nem reménytelen a helyzet, és a mentőszolgálat vezetése most ezeket a táblagépeket, ha úgy tetszik, feléleszti és alkalmassá teszi arra, hogy valóban a betegek érdekét szolgálják. A fejlesztéssel az volt a cél, hogy a kórház már akkor megkapja az adatokat a betegről, amikor ő még a mentőautóban van, és a mentősök is ide kaptak volna adatokat a központtól. Ezekhez most új programot kell írni, és azokat is tesztelni kell. A 4,1 milliárdos projektből 250 millióba kerültek a tabletek, hogy most mennyit kell fizetni az új szoftverekért, nem tudni. Az alternatíva az lett volna, hogy valóban kvázi kidobjuk ezeket a gépeket, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan alternatíva. Ezért most egy olyan munka zajlik, amelynek eredményeképpen még az idei évben ezek a táblagépek is szolgálatba állhatnak, és akkor a teljes informatikai rendszer, mentésirányítási rendszer üzemképes lesz. A mentőszolgálatnál azt mondták, a rendszer többi része, például a telefonközpontok, az elektronikus hívásfogadás működik és használják is, vagyis a mentésirányítással nincs gond. A régi új gépeket a tervek szerint évvégéig beszerelik a mentőautókba.